A jövőben új területen dolgoznak együtt a rendőrség és a városrendészet munkatársai. Két biciklis páros ellenőrzi Kecskemét frekventált területein, például a Benkó Zoltán szabadidőközpontban, a fürdő körül, a Rákóczi úton, vagy éppen az Alföldáruház előtti részen a közlekedési szabályok betartását. A járőrök a városban megrendezett eseményeken is megjelennek majd. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy tovább fokozzuk a Kecskemét lakosságában a jogkövető magatartást, felhívjuk a figyelmet a közúti közlekedési szabályok betartásának fontosságára, ezzel tovább fokozva a közlekedés biztonságát. A két páros tavasztól egészen az őszi időszak végéig lesz jelen a városban, hiszen ekkor megnövekszik a kerékpárosok száma is. A járőrök legtöbbször vegyes felosztásban fognak dolgozni, és mindenki a saját hatáskörében fog eljárni abban az esetben, ha szabálytalanságot, vagy éppen bűncselekményt tapasztal. Például az Alföldáruház előtt rendszeresen kerékpároznak a Rákóczi úton középütt, tehát nem a kerékpárosságba, és egy gyalogos járőreink mellett úgy elhajt a kerékpáros, mint a húzat. Mi utol tudjuk érni, tehát azért jó a kerékpárosok, ez kifejezetten kerékpáros közlekedésnek a reformálására van, vagy a javítására van, nem pedig a büntetésre részünkről. Fontos, hogy bárkinek bármilyen kérdése lenne, például a bicikliseket érintő szabályokról, az nyugodtan állítsa meg a járőröket, akik mindenre válaszolni fognak.